1968-ban kezdtem én atlétizálni, és az akkori tanárom, Török Béla hatására, tehát olyan benyomást tett rám, hogy nagy valószínűséggel az ő hatása alatt választottam ezt a pályát. Aztán elkerültem Bukarestbe főiskolára, miután végeztem, ahogy mondtam, 79-től itt vagyok a Székelyudvarhelyi iskolás sportklubnál, atlétika katedrán. Moni. Úgy, nagyon jó. Úgy. Másik láb. Tehát én azt hiszem, hogy oda kell figyelni a diákoknak a problémáikra is. Tehát nem elég csak oktatni, hanem a nevelő tevékenység is olyan kell legyen, hogy az egy nyomot hagyjon bennük, tehát ők valamivel innen menjenek el. Egy életformát alatt próbáltam kialakítani, és ez, hogy a sport a mindennapjukévá vált, vagy pedig rendszeresen sportolnak mai napig is, az valószínű ennek az eredménye. Az, hogy nem a sport volt a legfontosabb, ez csak részbe igaz. Tehát azoknál, akinél nem tudott a legfontosabb lenni, tehát eredmény szempontjából ugye az látszik, hogy milyen szintre lehet feltornászni valakit, annál ez volt a fontos. Megszeresse a sportot, majd családot alapít, az utódok is, gyerekek is sportoljanak. Tehát egy egészségesebb, egy normálisabb életmódot folytassanak. Az, akinek jó képességei voltak, azoknál viszont az eredménycentrikusság az lényeges volt. Tehát az látszik is, tehát voltak egészen jó eredmények is, ami országos rekordokat jelentett. Ugye gerelyhajításban mai napig szeretem ezt a próbát tanítani. Ott volt országos rekorderem, de nem csak távolugrásba, hármasugrásba. Az ember meglátja, hogy olyan nyers anyagot kap, amit lehet finom tésztával gyúrni. Én így visszagondolva érzem úgy, hogy valóban ezeknek a volt tanítványoknak mentora voltam, mert a mentorság az azt jelenti, hogy az ember azon az ösvényen próbálja útat mutatni, irányítani, segíteni. Én azt mondják, hogy nem igaz, hogy jobban nem lehet csinálni semmit, mindent lehet. Én szerénység nélkül azt kell mondjam, hogy ennél sokkal jobban nem tudom csinálni, ezután se. Én az elmúlt rövid években is, én amennyire tudtam, oda tettem magam, jöttek is az eredmények, itt most is van érmes kislányom a mostani fiatal atléták között. Úgyhogy ennél többet tenni nem igen lehet. Tehát itt kettőn múlik.